Patak, a Gyergyói medence délkeleti részén, a visszafolyó patak mentén terül el, dombos helyen, 800 méter tengerszint feletti magasságban. Nevét a rajta átfolyó, tekervényes, kanyargós folyóról kapta. Már 1332-es pápai tizedjegyzékben írnak a falu létezéséről. Gyergyó tekerőpatak Gyergyó Szent Miklóstól 3 kilométerre délre fekvő falu, mely Gyergyó egykori határából keletkezett falu megosztás révén. Az 1567-es iratokban a falut tekerespatakként emlegetik, és 40 kaput kitevő 25 dénáros adófizető közösségként jegyezték fel. A székelység sorsában és küzdelmeiben osztoztak a tekerőpatakiak. Történelem során a lakosság, mely alkalmas volt hadviselésre, mindig készen állt a harcra. Áldozatot hoztak, ha kellett, életük árán is. Talán a falunk legtermékenyebb időszaka 1960-as, 70-es évek voltak. Fellendült a művelődési élet, színjátszás, tánccsoportok, szavalók, fuvós zenekar. 1989 utáni időszakot a bizonytalanság, útkeresés jellemzi. A falu szeretett volna leválni Újfalu községtől, de kísérlete kudarcba fulladt. A hagyomány szerint az első templom a Tekerőpataknak egy fa templom volt, fa kápolna, amely Mátyás király idejében még létezett, azonban később a tűznek az áldozata lett, leégett. A templomnak, ennek az első kápolnának, fa kápolnának a védőszentje Szent István király volt. Érdekes az, hogy amíg az első templomnak a védőszentje Szent István volt, ennek az 1734-ben épült templom védőszentjének keresztelő Szent Jánost választották. Hogy mi volt ennek az oka, semmilyen följegyzés írott, följegyzés nincsen erről, valószínű, hogy még megvolt a másikból a maradék, a romok, és ezért új védőszentet adtak neki. A templom 40 méter hosszú és 16 méter széles. Tekerőpatakon nem volt más víz, csak a visszafolyónak a vize, kutak abban az időben még nem voltak, és ha netalán tűzvész ütött ki, akkor óriási károkat, óriási rombolásokat végzett. 1801-ben volt egy hatalmas tűzvész, amelyben leégett a falunak a nagy része, leégett az egyházközségnek az irattára, a plébánia, oda vesztek tehát anyakönyvek és az írott dokumentumok. Jelenleg a templomunk nagy javításban van. Azért vagyunk most itt a miséző helyünkön, a volt egyházi iskolában. Ez az egyházi iskola, Tekerőpatakon az egyházi iskola oktatás 1840-ben kezdődött, akkor egy egyszerű kis épület volt az iskola. A jelenleg itt tanítói lakrésztel, lakosztállyal és 4 osztályteremmel 1890-ben építették. 1948-ban államosították, 2005-ben kaptuk vissza olyan állapotban, hogy használhatatlan volt.
Torony a templommal egy időben épült. 1838-ban felújították a tornyot, és 1867-ben lebontották a felső ablakokig, és újjáépítették. A feljegyzések szerint olyan hatalmas összegből, amelyből szinte új templomot lehetett volna építeni. A templomnak a harangjai, az első harangok 1827-ben 7-ből vannak, ez 7 mása és 27 font súlyú harang volt. Ezt azonban 1848-ban elvitték a szabadságharc idején, és ágyút öntöttek belőle. 1862-ben öntöttek egy másik 10 mázsás harangot. Az értékek közül a festmények, falfestmények, oltárképek és a szószéknek a képei nagyon híresek. A szószék képei közül is főleg a legtöbbet látogatott és a leghíresebbnek tartott kép a Székely magvetőnek a képe. Szépek és híresek a templomnak a fal képei is. A szentély fölött a Szent Háromságnak a képen látható, az Atya, a Fiú a kereszttel és a Szentlélek galambképében ábrázolva. Van két Jézus Krisztus szimbólum, a bárány és a pelikán a szentélynek a falán. És ugyancsak a szentélyben még két festmény van, Mária szíve és Jézus szíve. A boltozaton lévő kép Jézust ábrázolja az olajfák hegyén az apostolokkal együtt. A templomhajónak a képei a 4 evangélistát ábrázolják, Szent Mátét, Szent Márkot, Lukácsot és Jánost, és a kórus feletti két kép, ahol az orgona is van, most éppen javításban, a Szent Cecíliát és Szent Dávidot ábrázolja a hangszerekkel együtt. A templom festésének az érdekessége az, hogy az első világháború után van egy régebbi festmények, amelyekből csak egyetlen egy kép maradt meg. A többit pár évtizeddel később festették a II. Világháború előtt, tehát azokat a képeket, amelyeket most bemutattam. Itt-ott látszik az első festésnek a nyomai, itt egy gyermekfej látható, pelikán látható, és a felújításkor az volt a nagy kérdés, hogy most melyiket újítsuk fel, a régit, a régebbit, vagy azt, ami most van. Azt válaszolták a műemlékvédők, hogy sem Bukarest, sem a csíkszeredai műemlékvédelem nem dönti el, hanem a szakember, hogy melyiket újítja fel. És az volt a bukaresti megbízottnak a véleménye is, hogy leszedni ezeket a képeket, felújítani a régieket, amiről nem tudjuk, hogy milyen állapotban vannak, olyan óriási pénzbe kerül, hogy azt mi nem tudjuk megfizetni.
Ha ezeket felújítják, tudják, hogy mi van alatta, azok jól lesznek tartósítva, és ha valamikor később lesz pénz rá, akkor le lehet venni, fel lehet újítani azokat, de az nagyon-nagyon sokba kerül, és ez volt a szakembereknek a véleménye is. A falakon látszik egy virág koszorúba kereszt. Ezek a felszentelési keresztek. Amikor levettük a javítás kezdetén az olajfestéket, levettük a falakról, a belső falakról, három réteget, akkor kerültek elő, és 12 darab kellene, 11 darab látható belőlük. Amikor 1801-ben leégett a templom, és felújították a templomot, a felszenteléskor festették ezeket az úgynevezett felszentelési kereszteket. Mostanig rejtve voltak, le voltak meszelve, később olajfestékkel lefestve, és most ezeket is fel fogjuk újítani, amikor megkapjuk a pénzt, és sor kerül, remélem, legkésőbb jövő tavasszal, mivel most már ősz van, télen nem lehet dolgozni olajfestékkel, a falképeknek a felújítására. A templom értékei közé tartoznak még a kőbejáratok, amelyek szintén a templommal egy idősek, és elől a homlokzaton majd fogunk látni egy gótikus ablakot, az ugyancsak a templomnak a mű értékei közé tartozik, és nagy értéket képviselnek. A templomnak a nagy hátránya az volt mindig, hogy mélyen fekszik. És amikor arra kérdeztem rá, hogy miért építettek ilyen helyre, ilyen mélyre templomot, azt válaszolták az emberek, hogy amikor építették 1734-ben, kiemelkedő helyen volt. De azóta nagyon sokszor kövezték, emelték az utat, legutóbb egy parasznyival is. A patak, mivel nem volt tekerőpatakon víz, az egyetlen vízforrás volt, az emberek dugásokat, gátakat csináltak a kapujuk előtt, nem volt természetes ürítése, és lassan a patak szintje is magasabbra került, mint a templom, az út is, és a templom gödörben maradt. Keresztelő Szent János, a templom védőszentje, kinek születése napját június 24-én ünnepli az egyház. A szent az Ószövetséget ábrázolja, de már az újat hirdeti. Ő az Úr Jézus előfutára. A közben járásáért így esdeklünk. Istenünk, ki azért küldted Keresztelő Szent Jánost, hogy a népet előkészítse Urunk eljövetelére, kérünk add meg népednek a Szentlélek örömét, és vezérelt híveit szívét az üdvösség és a béke útjára.